Az Európai Ifjúsági Kosárlabda Bajnokság kőbányai fordulóját tartották a Zsíros Tibor kosárlabda csarnokban. Stábunk az ünnepélyes megnyitón járt. Hány csapat méri össze a tudását, és melyik országból jöttek a fiatalok? 9 csapatot látunk most a Zsíros Tibor kosárlabda csarnokban ezen a hétvégén. Lengyelországból, Németországból, Szlovákiából, Csehországból jöttek vendégeink. A Magyar Zsíros Akadémián kívül a szolnoki csapat még, aki Magyarországról a vendégünk. A torna célja tavaly az volt, hogy az U14-es fiú csapat kaphasson egy olyan lehetőséget, ami a fejlődését szolgálja. Idén mi a célkitűzésük? Tulajdonképpen a célkitűzés ugyanaz, hiszen az akadémiának az a filozófiája, hogy a korosztályonként minél előbb bekapcsolja a nemzetközi vérkeringésbe a gyerekeinket. A tavalyi U14-esek azok most már egyel följebb indultak, úgyhogy akiket most látunk, azok tavaly fiatalabbak voltak, és ez egy új csapat, akiknek megadjuk a lehetőséget, és természetesen ezt a továbbiakban szeretnénk az alsóbb szintűeket is mindig felhozni egy évvel. A bajnokság hányadik fordulója a kőbányai, és mit tudhatunk a többi találkozóról? Ez most a nyitó rendezvény, tulajdonképpen ennek a Közép-európai bajnokságnak az első fordulója. A következő Szolnokon lesz ugyanezekkel a csapatokkal. Itt ugye a lebonyolítás az az, hogy először a 9 csapatból 4-4 mérkőzés van, de nem ugyanazokkal játszik. Tehát akivel itt játszottunk, azzal Szolnokon már nem fogunk. Az idei évben ugyanaz a lebonyolítás Budapesten, mint tavaly, hogy kuparendszerben minden hónapban, illetve 3 hetente megmérkőznek a csapatok. Rendszeresen az A csoport részvevői vagyunk. Úgy néz ki, hogy valószínűleg az első 2 helyről fogunk kijutni az országos küzdelmekbe, ami azt jelenti, hogy az ország 32 legjobb csapata. Egyáltalán nincsen rossz csapatunk idén se. Szerkezetileg és tudásilag is én úgy gondolom, hogy az egyik legjobbak közé tartozunk. Ilyet nem lehet elvárni egy serdülő csapattól, hogy milyen eredményt kell nekik összehozni. Nem is ez a fő cél, de hát ezzel lehet főként motiválni a gyerekeket. Elsősorban az a legfontosabb, hogy fejlődjenek, illetve a saját szintjükön tudjanak folyamatosan emelni. Pontosan az ilyen tornák, mint például a hazai rendezésű EIBL torna is maximálisan a mi malmunkra hajtja a vizet. Rengeteg jó meccs ígérkezik most is, és nagyon várjuk mindegyiket. Tehát sikeres bemutatkozáson vagyunk túl. Lengyel ellenfelünket kicsit meglepően is simán győztük le. De ezt is igazából annak köszönhetjük, hogy már tavaly is szerepeltünk ebbe a kupasorozatba, a csapatnak több mint a fele aktív részese volt ennek, tehát mondhatni már szinte olyan rutinosként versenyeznek ebben a egészen más világban, mint amit itthon Magyarországon megszoktunk. Azt még érdemes tudni a Budapest bajnokságról, hogy sajnos nagyon kevés a jó mérkőzés, amit tudunk játszani, mert kicsit ketté szakadt a mezőny. 1-2-3 jó csapat van, a többiek egy picit le vannak tőlünk maradva. Az országoson meg majd meglátjuk, hogy hány csapattal tudunk jó meccset játszani, de ott azért kicsit nagyobb már a merítés. Vannak kiemelkedő játékosai az U14-es fiú csapatnak, és hogyha igen, kik, mit lehet róluk tudni? Szerencsére több olyan játékosunk van, akivel már az országos kiválasztásban is számolnak. Ilyen például a Vámos Ádám és a Barisin Balázs, de van még pár fiú, aki ott toporzékol, és szerintem, ha még a múlt havi kiválasztáson még nem esett rájuk a sor, szerintem fog még a szakma az ő nevükkel találkozni. A Budapest válogatott is most fog nem sokára alakulni, mint minden korosztályban. Hát ott is legalább 4-5-en bizony helyet fognak maguknak követelni a csapatba. Ők kiemelkednek mind hozzáállásban, mind kosárlabda tudásban, és mellette az iskolában is remekelnek. 6 és 8 év folyamos gimnáziumba járnak. Edzés látogatottságuk majdnem 100%-os. Megérdemlik azt, hogy ilyen körülmények között legyenek versenyeztetve. A kosárlabda bajnokság megnyitóján Hajdú Péter köszöntötte az eseményen résztvevőket.
A rendezvényt Radványi Gábor, sportért felelős alpolgármester nyitotta meg. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a csapatokat, a csapatok edzőit, a vendégeinket, a nézőket, illetve a minket interneten követőket. We would like to present Gábor Radványi on the behalf of the Serb government. He's the vice mayor of the Serb government here. He would like to welcome you all of here, all the parents, all the players, all the teams from abroad, and of course the people who are watching us via the internet. Kőbánya sportjáért is felelős alpolgármesterként nekem ez nagy büszkeség, hogy itt lehetek, és ilyen remek környezetben nemzetközi csapatokat is, illetve a magyar csapatokat is, mindössze 9 csapatot köszönhetünk, immár második alkalommal ezen a remek helyszínen. As Gábor is also responsible for the sports deputy of the Serb government, for him it's really a special thing to represent the Serb government here and have 9 teams even from abroad and to have so many young sports talent here at this gym. Úgy érezzük, hogy a magyar kosárlabda sport egy nagy fejlődés közepén van. Tavaly, amikor nem is idén, júniusban, amikor egy évértékelő volt itt, akkor voltam utoljára itt, és akkor volt pont a magyar-osztrák futballmeccs, és akkor azt mondtam, hogy lám-lám, 40 év után a magyar csapat kijutott az Európa-bajnokságra. Most azt tudom mondani, hogy hiszen itt a kosárlabdázók valószínűleg mindenki tudja, hogy a magyar kosárlabda válogatott is kijutott az Európa-bajnokságra, és jó esély van arra, hogy a lányok is hamarosan kijutnak. We are really happy to see that Hungarian basketball is really under development and improvement. And last year Gábor was here to present at an event in which there was an Austrian game against Hungary in football, and that was the time when Hungary qualified for the European Football Championship after 40 years of break. And now we can see that the Hungarian basketball team for the men also qualified for the European Championship after 2 decades, and now the women also have a good chance for that. Mi Magyarországon és itt Budapesten és itt Kőbányán tudjuk azt, hogy a magyar sportnak, a magyar kosárlabda sportnak a fejlődése, a sikere az itt alapozódik meg. Ilyen tornákon, ilyen kluboknak a működése következtében, és bízom abban, hogy nem csak most az Európa-bajnokságra, hanem a kosárlabda ifjúsági korosztályos nemzetközi versenyen is a magyar kosárlabda sikeres lesz. These successes are built on the young tournaments, youth tournaments such as this, and we are proud that in Kőbánya we can have such a prestigious tournament here, and we all of us know that in the coming future with these international tournaments the improvement is something that can grow bigger, and we are proud to represent this in the future. Én erre a hétvégére kívánok minden versenyzőnek, minden edzőnek, minden kísérőnek és minden nézőnek nagyon jó versenyzést, nagyon jó szórakozást, és amit megedik azért a szívem egy kicsit a magyarokhoz, illetve a kőbányaiakhoz húz, úgyhogy hajrá, Darosa! Gábor, would like to wish success and the best play you can get here at Kőbánya, but of course as he is from here, he would like to wish best success for the Hungarian teams, even for Kőbánya, so let's go, Darazsa! Köszönjük szépen a polgármester szavait, reméljük, hogy a Darazsa meg is hálálja ezt a gondoskodást, amit egyébként Kőbányától kapunk. Én mindenkinek kívánok nagyon jó versenyzést, nagyon jó szórakozást, kövessenek minket az interneten, lájkolják az oldalainkat, és nézzék majd a külföldi csapatok otthonába is azokat a mérkőzéseket, amiket az interneten keresztül közvetítünk. Köszönöm szépen! Radványi Gábor alpolgármester azt mondta, hogy a Zsíros Tibor kosárlabda csarnokot tavaly adták át, és idén másodjára szervezték meg ezt a nemzetközi versenyt. Ez az Európai Ifjúsági Kosárlabda Bajnokság, amiben a kőbányai Darazsak is szerepelnek, tavaly is szerepeltek idén is. Azt gondolom, hogy az utánpótlás sportnak Kőbánya most már egy bázisa, és az önkormányzat már évek óta, sőt évtizedek óta támogatja is a Kőbányai Diáksport Egyesületet, de a hétköznapi nevén a Darazsakat. A Darazsaknak vannak lánycsapatai is és fiúcsapatai is, egyre sikeresebbek Magyarországon, és most már egyre többet nemzetközi vizekre is eveznek.
ami azt jelenti, hogy Csehországba, Szlovákiába, Romániába, Horvátországba, környező országokba járnak nemzetközi versenyekre. Ez az ifjúsági, nemzetközi ifjúsági bajnokság, ez korosztályos. Mi tavaly is egy korosztályt megcéloztunk, a 14 éveseket, az U14-eseket. Azok természetesen, akik tavaly voltak, azok már nincsenek itt, hiszen mindenki egy évvel azóta idősebb lett, és reményeink szerint ezzel Kőbányán tradíciót is tudunk teremteni, hiszen a jövő évi 14 éveseket is örömmel és szívesen várjuk. Az elszállásolásukról, a tolmácsolásról, a versenyfeltételek biztosításáról természetesen gondoskodunk, olyan formában, hogy a kőbányai darazsakat az éves költségvetésével a kőbányai önkormányzat támogatja. A kőbányai önkormányzat éves költségvetésében minden évben több mint 10 millióval, 13-15 millió forintokkal támogatja a kőbányai darazsaknak a működését, és azt gondolom, hogy ez a befektetett pénzösszeg, amit forrás, amit biztosítunk a darazsak számára, az kamatozik, hiszen maradandó élményeket szerzünk a gyerekeknek, közösséget teremtenek, és egy jó kapcsolat alakul ki a játékosok között is, a vezetőséggel is, illetve Kőbánya sportéletét színesíti. Én sportért felelős alpolgármesterként nem is tehetek mást, és ez nem nehéz megtenni. Büszkeséggel jövök mindig egy ilyen versenyre, egy ilyen kupára el, és büszke vagyok arra, hogy ilyenkor a megnyitón elmondhatom azt, hogy mit jelent Kőbánya számára egy-egy ilyen rendezvény. Úgyhogy büszkék vagyunk a darazsakra, büszkék vagyunk a szervezésre, külön köszönet a darazsak vezetőségének, elnökségének, hogy ilyen színvonalon meg tudják szervezni ezt a kőbányai eseményt.